Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Tapolcai Városi Televízió sportmagazinját látják. Kezdjük rövid sporthírekkel. A TVS-es sakkszakosztály sikerekkel kezdte meg a 2020-as évet. Januárban Pozsonyban, Bécsben és Ajkán is bizonyítottak. Mindenről Istvándi Lajos, a sakkszakosztály vezetője tájékoztatott minket. Az első tapolcai sakksiker az új évben Pozsonyban született, ahol a Rapid versenyen a legjobb U12-es versenyző Kasnya Péter volt 9-ből 5,0 ponttal. A következő megmérettetésre Bécsbe idén már meghívottként érkezett a tapolcai csapat 9 fővel, 2 csapattal. A megmérettetésen 4 ország 18 csapata versengett. Tapolca a felnőtt mezőnyben az 5. helyet szerezte meg 2 ifivel. Margör Roland az első táblán kiemelkedő eredményt nyújtott, míg Juhász Judit a felnőttek között 11-ből 11,0 pontot szerzett. Istvándi Lajos tábladíjas lett. A 13. Malkupa Ajka újévi sakkversenyen is szépen szerepeltek a tapolcaiak. A felnőttek mezőnyében ezüstérmet szerzett a tapolcai együttes, név szerint Buzás Bertalan, Margör Roland, Ács Márton, Marton József és Gyarmati János. Az ifjúsági kategóriában is hozták az érmeket az ifik. Az első korcsoportban aranyérmes Illés Márka, második korcsoportban ezüstérmes Kisdalma Letti, a harmadik korcsoportban pedig ezüstérmes Dobai Bendegúz. Itthon is remekeltek az ifjú sakkozók. A Magyar Sakkszövetség által kiírt, majd elnyert Tapolca Tehetségpont pályázat gyermek sakkverseny szép eredményeket hozott tapolcaiaknak január 3. hétvégéjén. A Tamás Járon Művelődési Központban hazai pályán mérethette meg magát a közel 30 versenyző, az óvodásoktól a versenysakkozókig. Az A csoportban első Tóth Barnabás, második Dénes Márk, harmadik Gadó Zsombor, negyedik Dobai Bendegúz, ötödik Csillag Levente. A legjobb leány versenyzőnek Kisvanda Liána bizonyult. A B csoportban a kisiskolások versenyében első Illés Márk, második Csitári Ádám, harmadik Kis Csanád, negyedik Hildesheim Hunor, ötödik Srami Szabolcs, hatodik Hernádi Kristóf. Az óvodás csoportban a fiúk közt Éder Zoltán 100%-os teljesítménnyel az arany, míg Szabó Bálint az ezüstérmet szerezte meg. A lányok versenyében az első Darvalics Luca, a második Sós Ninett, míg a harmadik-negyedik helyen Bicsérdi Júlé és Somogyi Diána végeztek. A verseny remek lehetőség volt a megyei diákolimpia előtti bemelegítésre. A TVS-es sakkozói a remek évkezdést csak tetézni tudták a Veszprém megyei sakkdiákolimpián elért egyéni dobogós helyezéseikkel. Január végén Ajkán rendezték meg a Veszprém megyei sakkdiákolimpia egyéni bajnokságát, ahol több korcsoportban, iskoláik színeiben állt versenybe a legnépesebb megyei sakkcsapat, a 26 fős tapolca és környéki delegáció. A tapolcai Nagy Boldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, a tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola és székhely intézményei, a Széchenyi István Baptista Középiskola, valamint a Monostorapáti Művészetek Völgye Általános Iskola neve alatt versenyeztek a TVS-e sakkozói. Gyönyörű eredmények születtek, a megyei fordulóban az 1-3 helyezettek jutottak tovább az országos fordulóba. Fél éven belül másodszorra választotta meg a budapesti honvédeses Siklósi Gergely párbajtörvívót a hónap legjobb sportolójának. A tavaly nyári bravúros párbajtör VB győzelmét követően kapta meg először a BHS-e július hónap legjobb sportolója címet a tapolcáról indult tehetség. Fél éven belül másodszorra is jövő lett az elismerés. A mestertanács döntése és a Facebook szavazás eredményeinek összesítése után a Heidenheimi férfi párbajtőr világkupán egyéniben és csapatban is aranyérmes, világbajnoki címvédő Siklósi Gergely érdemelte ki a január hónap sportolója címet. A győzelmért járó ajándékot ünnepélyes keretek között adta át neki Gergely István, az Egyesület ügyvezető elnöke. A Tapolca Vívóklub párbajtőrözői iskoláik színeiben remekül szerepeltek február elején Pécsen a Nyugat-Magyarország párbajtőr diákolimpián. A tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola és tagintézményei, a Bacsány János Gimnázium és Kollégium, a Nagy Boldogasszony Római Katolikus Általános Iskola, valamint a Zalahalápi Csontvári Általános Iskola és Alapfokú Művészetiskola színeiben versenyeztek a gyermekek. A második korcsoportos lányok közt második Hegyi Dorka, ötödik Bolla Sára, Nagy Boldogasszony, míg a fiúk közt 12. Molnár Benjamin, Csontváry.
A harmadik korcsoportban aranyérmet, ezzel együtt pedig a nyugat-magyarországi párbajtőr diákolimpia bajnoka címet nyerte el a fiúk közt Süketes Miklós Csaba a Csontvári iskolából, a lányok közt pedig Cserép Dorina, míg a negyedik Konceklina Melody, mindketten a Batsányi tagintézmény tanulói. A negyedik korcsoportban 9. Cséri Sára Bárdos iskola, 10. Konkolyelverin Csontvári iskola, 11. Kovács Bianka Batsányi gimnázium, 15. Tarsoly Borbála Batsányi, a fiúk között 16. Bicsérdi Csongor Kazinci. Az 5. korcsoportban 13. Kovács Fanni Batsányi gimnázium. A 6. korcsoportban aranyérmes Tóth Adrien, 3. Szabó Kitti, a fiúk közt 4. Kovács Benedek Batsányi gimnázium. Az 1-8 helyen végzett tanulók jutottak tovább az országos diákolimpiára, edzőik Gaulan Zsófia és Szabó Ádám. Arany és bronzérmet hozott a Tiac VSE-nek február első hétvégéje, Sáváról remekelt az U7-es, majd az U11-es csapat is. Február első napján Sárváron meghívásos teremlabdarúgó tornán szerepeltek a Tiac VSE legifjabb futballistái, ahonnan a bronzérmet hozták haza. Gólszerzők Szekerc és Félix 12, Pécer Nimród 5, Karsai Ádám 4, Szekerc és Lili 3, Strig Regő 2, Horváth Wagner Dávid 1 és Németh Zétény 1 góllal. A torna legjobb játékosának a tapolcai Szekerc és Félixet választották, edzők Racsun Éva és Horváth Wagner Viktória. Másnap az U11-es korosztály remekelt a sárvári meghívásos teremlabdarúgó tornán, mindenkit maguk mögé szorítva állhattak fel a képzeletbeli dobogó első fokára. A Sárvár FC-t, a Belend SE-t, a Celdömölki VSE-t, a Foci FC 1, valamint a Foci FC 2-es számú csapatát és a Gyirmót FC György csapatát győzték le a mérkőzések alatt. A gólkirályi címet 13 góllal a tapolcai Bárány Ábel hozhatta haza, edzőjük Hegyi Zoltán. Idén is megrendezték a foci farsangot, meghívásos teremlabdarúgó tornát a Csermák József rendezvénycsarnokban, szoros volt a küzdelem. A csarnok munkatársai február 2-án várták idén is az egyazon szakmát űző vagy munkahelyen dolgozó helyieket egy barátságos labdarúgó tornára. Szoros volt a küzdelem a dobogós helyekért, a gólkülönbség döntött a TÖFSZ javára. Egy góllal voltak jobbak a MÁV együttesénél, így ők állhattak a képzeletbeli dobogó első fokára. Második a MÁV, harmadik a Hivatal, negyedik a Tanárok, ötödik a Rendőrség csapata. A legjobb játékosnak a Hivatal csapatából Szabó Márkot, míg a legjobb kapusnak Tóth P. Zoltánt választották. A gólkirályi címet 6 góllal Szabó Zsolt érdemelte ki. Utóbbi két különdíjas a MÁV csapatának tagja. A Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület január végén Zalaegerszegen mérette meg magát a második Decathlon Tollaslabda kupán, több érmet is hazahoztak. Az U13-as leányok között első Bakler Zita, második Kovács Flóra. A fiúk versenyében harmadik Orbán Csanád. Az U17-es leányok versenyében aranyérmes Pető Mónika. A kezdő női párosok versenyében aranyérmes a Bakler Zita, Csapó Mónika duó. A haladó női egyéni kategóriában második Gyarmati Zoltánné. A férfi versenyen harmadik Gomkötő Rihárd. A haladó férfi páros kategóriában ezüstérmes a Gomkötő Rihárd Gyarmati Zoltánné együttes. Szépen szerepeltek a tapolcai tanulók a megyei, illetve területi tollaslabda diákolimpián. Rengeteg érmet szereztek, 8-an tovább jutottak a végső országos fordulóba. A Batsányi János Gimnázium és Kollégium, a Széchenyi István Baptista Középiskola, a Szigligeti Általános Iskola, valamint a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola székhelyintézmény, illetve a Batsányi és Kazinci tagintézményeinek színeiben versenyeztek a tanulók. Mindegyik fordulóban az 1-4 helyezettek jutottak tovább. Január végén Tapolcán a Csermák József rendezvénycsarnokban szervezték meg a megyei fordulót. A második korcsoportban első Horváth Bence, Bárdos iskola, második Szabó Zalán, Bárdos iskola, negyedik Varró Sándor, Bárdos iskola, ötödik Barca Gergő, Bárdos iskola. A leányok között második Kovács Vivien, Bárdos iskola, ötödik Vitai Dóra, Bárdos iskola. A harmadik korcsoportban harmadik Horváth Dávid, Bárdos, negyedik Orbán Csanád, Bárdos. A leányok között első Bakler Zita, Kazinci tagintézmény, ötödik Nagy Bianka, Batsányi tagintézmény. A 6. korcsoportban a lányok között aranyérmes Székely Kira, Bárdos iskola. A fiúk között ezüstérmes Szántó Bálint, Szigligeti Általános iskola, 4. Pimper Kristóf, Bárdos iskola, 5. Sebők Robert, Bárdos iskola.
Az ötödik korcsoportban első Pető Mónika, Bacsány gimnázium. Harmadik Renner Nikolett, Széchenyi István Baptista középiskola. Negyedik Csizmadia Nikolett, Bárdos iskola. A fiúk megmérettetésén első Horváth János, Bárdos iskola, második Tóth Tamás, Bárdos iskola, harmadik Füleki Tamás, Bárdos iskola, negyedik Borda Márk, Bacsányi gimnázium. Február elején Pápán rendezték meg a területi döntőt Vas, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye részvételével. Itt is korcsoportonként és nemenként álltak versenybe a diákok. Aranyérmes Horváth Bence, Bakler Zita, ezüstérmes Pető Mónika, a negyedik helyen zárt Kovács Vivien, Horváth Dávid, Székely Kira, Tóth Tamás és Renner Nikolett. Az ötödik helyen tartalékok Orbán Csanád, Pimper Kristóf, Horváth János. Felkészítők Gombkötő Rihárd, Gyarmati Zoltánné, Kassai Balázs, Orbán Péter és Süle Tamás. Szépen szerepeltek a tapolcai általános iskolások az asztali tenisz diákolimpia megyei döntőjében Balatonfüreden. Korábban már beszámoltunk a Bacsányi gimnázium és a Széchenyi Baptista középiskola eredményeiről, de nem mehetünk el szó nélkül az általános iskolások szép helyezései mellett sem. Az első-második korcsoportban a fiúk versenyében ezüstérmes a Nagy András, Moruszki Krisztofer, Bogdán Zoltán csapat, egyéniben bronzérmes Nagy András László. A leányok között ezüstérmes Szenti Bibiana. A harmadik-negyedik korcsoportban Kolompár Balázs a 8. helyen zárt. A Nagy Júlia, Tompos Annalisa és Kovács Viktória alkotta együttes az 5.-7. helyen zárt, míg a Kolompár Balázs, Moruszki Milán, Krisztián, Szűcs Mátyás együttes a 3. helyet szerezte meg. Az 5.-6. korcsoportban bronzérmes Horváth János. Az aranyérmet Nagy Tamás Levente, a Bacsány János gimnázium és kollégium tanulója szerezte meg, így február elején ő képviselte egyedüliként Tapolcát az országos fordulóban. Három tanuló képviselte Tapolcát és iskoláját január végén a Balatonfűzfőn megrendezett Veszprém megyei úszó diákolimpián. A tapolcai Bárdos Lajos általános iskola Kazinczy Ferenc tagintézményt két lány képviselte. A második korcsoportban Németh Emilia Anna 50 méter mellúszásban és 50 méter gyorsúszásban egyaránt az ezüstérmet szerezte meg. Szintén a második korcsoportos leányok között Sipos Amanda előbbi versenyszámban a 6., míg utóbbiban a 8. helyen zárt. A megyei döntőre több osztálytársuk is elkísérte őket. Az első korcsoportos fiúk között a Nagy Boldogasszony Római Katolikus Általános Iskola első osztályos tanulója Verebélyi Zalán 50 méter gyorsúszásban a 3., míg 50 méter hátúszás versenyszámban a 4. helyen végzett. A 2020-as év első országos bajnokságát érmekkel zárta Szánti Imre és Németh Róbert Szkander versenyző. A január 2. hétvégéjén Kecskeméten megrendezett országos Skander bajnokságon a tapolcai Imre és környékbeli csapattársa Róbert is szépen szerepelt. Senior férfi 95 plusz kilogramm jobbkezes versenyben Imre az ezüst, míg Róbert a bronzérmet szerezte meg. Utóbbi versenyző a kategória balkezes megmérettetésén a dobogó legfelső fokára állhatott. Imre Master férfi 90 plusz kilogramban balkézzel a bronzérmet nyerte el, mindketten a Dóró Team versenyzői, az egyesület hozta el egyébként a legtöbb érmet a versenyről. Célba értek a Budapest-Bamako 2020 tapolcai rallisai. Mint arról már korábban beszámoltunk, a 116-os rajtszámú tapolcai autóval a Mohos-Bárány Nóra, Mohos Imre, valamint a Vecsei Anita és László baráti házaspár január 31-én indult el Tapolcáról a főtérről a közel 9000 kilométeres Európán és Afrikán átívelő autós túrára, a Budapest-Bamako 2020 rallira. A bő két hetes kaland alatt Facebook oldalukon folyamatosan követhettük útjukat. Szerencsésen megérkeztek Sierra Leone-ba, majd pedig haza Tapolcára. Egy későbbi sportmagazinunkban részletesen is foglalkozunk majd a témával. Február 7-én pénteken rendezték meg a sportgálát, városi sportdíj átadó ünnepséget és bált. Egy korábbi sportmagazinunkban a teljes gálát megtekintették, most pedig a helyszínen készített interjúinkat láthatják. A konferáló szerepét, folytatva a tavaly útjára indított hagyományt, idén Horthy Gábor sportriporter kommentátor vállalta el.
Hát én magam is sportoltam, de hát én inkább csak a közösség miatt voltam ott, tehát nem voltam egy jó futballista, bár egész magasra vittem, mert ahol születtem a városban, az ifi csapatnak a kapitánya voltam. Ezt nyilvánvalóan azzal indokolták, ezt a titulust, mert hogy minden edzésen ott voltam. Szóval inkább csak szerettem futballozni, de nem voltam jó futballista. És aztán hát a családban mindenki sportolt, édesapám gyalogló volt, magyar bajnoki szintet is elért, bátyám birkózó volt, ő országos 5. helyezést ért el a súlycsoportjában. És ennek kárvallottja voltam, mert amikor ilyen kisebb nézeteltérés támadt, akkor én rendszeresen nagyon verődtem. Úgyhogy ez a helyből induló kapcsolat a sporttal, a másik pedig az, hogy a gyerekeim közül szinte mindegyik sporttal. És hát azt tartom, hogy hát a sport az ugye komoly szellemformáló is. Még maradjunk picit a múltban, honnan jött ez az ötlet, ez az irány? A közvetítéssel kapcsolatos Igen. irány? Hát én megpróbáltam a nagy embereknek a nyomdokában maradni, hát és ez nem volt rossz. Jó érzés, az pokoli érzés volt. És egy éjszakai közvetítés alkalmával, amikor azt láttam, hogy az emberek lövőcsel gyanánt elesnek a labdában, én akkor azt mondtam, hogy hát ez elesett, ez olyan ügyetlen, ez annyira béna, annyira falábú, ha meglocsolnák vízzel, kirügyezne a lába. És ezt kimondtam, és tök jól éreztem magam. És utána rájöttem arra, hogy hát mivel éjfélkor megy a mérkőzés, egy brazil bajnokit közvetítettem, hogy hát ezt már úgy sem nézi senki. Éjjeli őrök bóbiskolnak, meg néznek egy ilyen tudományos filmet ugye az evolúcióval kapcsolatban. Hát mondom, úgy sem érdekel senkit, sem is elkezdtem mondani, és tök jól éreztem magam, és ebből lett egy forradalom, kisebb forradalom. Nagyon sok helyen megfordult. Mi a legemlékezetesebb pillanat az ön számára? Ami szerintem már a történelemkönyvekben, sőt, egy nyomtatott kiadványban is benne van, hogy én vagyok a keresztapja a Torgelle Sándornak. Az Torgelle R. Sanyi becenevet én ragasztottam rá, úgyhogy ez most már örökre is vitathatóan benne van, tehát ugye a spártai csata és Torgelle Sándor. Ez már megmarad. Ezt a büszkén is hordom, és mondom, Sanyinak az önéletrajzi könyvében is szereplek. Hát nem önálló fejezetként, ezt egy kicsit nehezményezem, de benne vagyok. Úgyhogy ez a munkásságomnak az égköve. Jelenleg miben foglalkozik? Szellemi szabadfoglalkozású vagyok, ez azért egyik bő kategória, mert a munkanélkülitől a jól ellátott alkalmi munkákig minden belefér. Egy fogadási irodának a honlapjára írogatok, és Magyar Kézilabda Szövetségnek is dolgozom, illetve hát ilyen alkalmi rendezvényeken veszek részt. Van egyébként valami távoli álom, vagy akár rövidtávú cél, ami még így a munkában szerepel? Teljesen egy sportrádiót szeretnék létrehozni. Hát ez elég magasztos kihívás, ez gyakorlatilag olyan feladat, mintha letagadni a karácsony december 24-én, de hát neki kell vágni, még egyelőre bírom energiával, és ezt a tervemet szeretném megvalósítani. A Sportgála legrangosabb elismerését, Tapolca város legjobb sportolója címet a 2019-es abszolút kategóriában, csak úgy, mint a tavalyi évben, Juhász Judit a TVS sakszakosztály kiválósága vehette át Dobó Zoltántól és Bockó Gyulától a díj alapítójától. Már nem először veszed át ezt a díjat, hányadik alkalommal szólítottak színpadra? Ezzel a díjjal harmadszor kaptam meg ezt a díjat, és köszönöm a városnak is, hogy megszavaztak nekem már tényleg így harmadszorra, és nagy megtiszteltetés, hogy rám gondoltak ezzel kapcsolatban. Tavalyi éved az nagyon sűrű volt. Neked mi volt a legemlékezetesebb? Talán az U16-os olimpián, amikor ott voltunk, csapattal játszottunk. Én nagyon szeretem a csapatversenyeket, és az egy tényleg jól sikerült verseny volt, jól is éreztük magunkat. A csapat talán hát sikerülhetett volna jobban, de élménynek és egy ilyen különleges alkalomnak nagyon jó volt, és nekem is jól sikerült, hogy annak nagyon örülök. Az egyéni vagy a csapatversenyeket szereted egyébként jobban? Inkább a csapatot, mert szeretek másokért is játszani, úgyhogy imádom tényleg a csapatversenyeket. Beszéljünk picit az idei évről, miken fogsz indulni, mi a terv? Szeretnék idén is a világbajnokságra és az Európa-bajnokságra menni. Remélem összejön, ahhoz az országos bajnokságot meg kéne nyerni, hogy úgy ki lehessen jutni. És igyekszem idén is a legjobbat kihozni magamból. Judit eredményei okán díjba részesült edzője Bodó Norbert is, akit kiváló edző, élsport, utánpótlás és felnőtt kategóriában szólítottak színpadra. Takács Gábor önkormányzati képviselő gratulált neki a színpadon. Elképesztő év van Judit mögött. Mik voltak a legfontosabb eredmények, helyezések, amiket elért? Ugye már tavaly ugye azzal búcsúztunk el, hogy a válogatottság neki az a fő célja. Igaz,
a legfő cél az, hogy női válogatottba bekerüljön, de most az U16-os olimpián azért már a magyar válogatottat képviselte, és ott mint ötödik táblán a legjobb tábladíjas lett, illetve a legjobb női játékos ezen az olimpián, az volt talán a legkimagaslóbb eredménye. De ezen kívül még fontos megjegyezni, hogy egymás után negyedik alkalommal lett az ország legjobbja a korcsoportjában, ami szintén egyedülálló. Ezeket emelném ki, de nyilván azért ezeken kívül is azért számos sikeres versenyt tudhat maga mögött a tavaly évben. Edzőként hogyan értékeled ezt a teljesítményt, ezt az egész évet? Hát igazándiból nyilván tehát, sikeres volt, bár tehát, szerintem nem is ez a legfontosabb. Általában az a baj a mai világban, szerintem, hogy mindenki sikerorientációról beszél, de szerintem a legfontosabb dolog az, amit a Judit is elmondott, ugye, hogy harmadszor kapta meg ezt a díjat, hetedik éve, de szerintem a legfontosabb dolog, hogy ő semmit sem változott ez alatt a 7 év alatt. Ugyanaz a lány magyarat, nem változtatták meg ez a dolgok, és szerintem ugyanaz nagybetűs ember tudott maradni, és szerintem ez a legfontosabb, ez az összes sikerénél többet ér. Ezekre a versenyekre nagyon sokat kellett készülni, rengeteg edzés, sakkozás, nagyon sok lemondás. Hogyan készültetek? Hogy néz ki Juditnak egy edzés hete? Hát ugye ez sok mindentől függ, ugye az iskola meg az egyéb dolgok azok közre játszanak. Nyáron nyilván ez könnyebb, illetve mivel a világon össze-vissza járkált ugye versenyen, így ugye a mai modern technológia segítségével Skype-on, illetve Messengeren keresztül tudtunk készülni, és ha már ez szóba került, azért hogy említsem meg, köszönjük a városnak a segítségét is, mert enélkül nem hiszem, hogy eljutott volna Indiába, Törökországba, Észtországba, ilyen helyekre, úgyhogy ezt meg egyszer köszönjük szépen. Mik a távolabbi tervek, álmok vagy célok Juditnak? Igazándiból ugye ez a válogatottság, ez a fő cél, amit el lehet érni, női válogatott mezőnybe kéne bekerülni, ez lenne a cél. A Giro d'Italia Tapolcán és környékén is áthaladó szakaszait járta körbe 50 kerékpáros február 16-án vasárnap. A Bakony 200 szervezője által életre hívott tapolcai Giro d'Italia Grande Partenza, azaz a Nagy Rajt Bringatúra, az olasz kerékpáros körversenyt hivatott népszerűsíteni vasárnap délelőtt, melynek május 11-i harmadik magyarországi szakasza Tapolcán is áthalad majd. A nagyjából 30 kilométeres távra helyből, a környékből és távolabbi településekről is érkeztek. Gyönyörű, tavaszi időben gyülekezett a 10 órai rajt előtt a lelkes kerékpáros csapat, akik a Giro Tapolcát elhagyó és a városba bevezető szakaszokat érintve tettek egy kört a Hegymagas, Szigliget, Badacsony-Tördemic, Badacsony-Tomaj, Káptalantóti, Gyulakeszi, Tapolca útvonalon. A túra alatt a főtéren lehetősége volt bárkinek segíteni, Hoffmann Valentina gyógykezelésére gyűjtöttek adományt. Magazin műsorunkat sportprogramajánlóval zárjuk. A Csermák József rendezvénycsarnok várja az érdeklődőket márciusi sportprogramjaira is. Március 22-én 9 órától kézilabda gyermekbajnokság fiú U12-es korosztály. Március 22-én 18 órakor Tapolca vs. Rezolut KC alsóörs női felnőtt kézilabda mérkőzés. Március 25-én 9 órától DSB kosárlabda diákolimpia körzeti döntő 4. korcsoportos fiúk. Március 28-án 9 órától kézilabda gyermekbajnokság lány U15-ös korosztály. A Városi Sport és Szabadidőcentrum is meghirdette márciusi programjait. Március 8-án 10 órától Tapolcai Öreg Fiúk FC Nyírád KS megyei harmadosztályú felkészülésű labdarúgó mérkőzés. Március 14-én 15 órától Tiac VS Sümeg VS megyei első osztályú labdarúgó mérkőzés, 13 órakor az U19-esek mérkőzése. Március 14-én 12 órától Tapolcai Öreg Fiúk FC Nemes Gulács Kisapáti SE megyei harmadosztályú labdarúgó mérkőzés. Március 23-án 15 órától első Bozsik torna U11 és U13-as korosztályoknak. Március 28-án 16 órától Tiac VS Balatonalmádi SE megyei első osztályú labdarúgó mérkőzés, 14 órától az U19-esek mérkőzése. Március 29-én 10 órától Tapolcai Öreg Fiúk FC Diszeli SE megyei harmadosztályú labdarúgó mérkőzés. A tapolcai természetjárók márciusi túraterve, melyhez bárki csatlakozhat. Március 7-én szombaton Szentbékálla, Keleményeskő, Pacsirtás, Kapolcs.
Március 11-én szerdán sétatúra, Monostorapáti, Bondorói Kulcsosház, Tóthely, Dentirét, Kapolcs. Március 14-én szombaton túra, Noszlop, Kupierdő, Pápa Kovácsi. Március 18-án szerdán sétatúra, Pusztamiske, Padrakút. Március 21-én szombaton túra, Monostorapáti, Vendelforrás, Határvölgy, Halimba. Március 25-én szerdán sétatúra helyett kirándulás Budapestre a Zeneakadémiára. Március 28-án szombaton túra Magyar Polány, Vadászház, Csurgószikla, Farkasgyepű útvonalon. A tapolcai természetjárók két külföldi kirándulást is hirdettek. Április 18-án szombaton kirándulás Szlovéniába, a Volci Potok Arborétumba. Találkozó szombaton reggel 4 óra 25-kor a tapolcai autóbuszpályaudvaron, majd többszöri átszállással érkezés az Arborétumba, mely Szlovénia leglátogatottabb kertészeti látványossága. Belépő, teljes árujegy 8,5 euró, nyugdíjas és diák 7 euró, iskolás gyermek 6 euró. Hazaindulás a délutáni órákban. Útközben megálló Szlovénia harmadik legnagyobb városában, Celjében, ahol meg lehet tekinteni a leghíresebb látnivalót, a várat. Belépő a várba 6 euró, részvételi díj 12 000 forint per fő, mely magában foglalja az autóbuszköltséget, útdíjat, autóbuszvezetők díját és a parkolást. A jelentkezéskor fizetendő. A belépőket mindenki egyénileg fizeti a helyszínen. Jelentkezési határidő 2020. április 10-e, illetve a férőhelyek erejéig. Egyéb tudnivalók. Szükséges az időjárásnak megfelelő öltözék, kényelmes, gyaloglásra alkalmas cipő, bakancs, esőkabát. Étkezés. Egyénileg hátizsákból. Érvényes személyi igazolvány, útlevél a határátlépéshez mindenkinél legyen. Utasbiztosítást mindenki egyénileg köt. Július 9-től 12-ig Szlovéniába Bled környékére terveznek kirándulást. Indulás július 9-én csütörtökön reggel 5 órakor a tapolcai autóbusz pályaudvarról. Szállás 2-3 ágyas szobákban, ellátás reggeli, vacsora 50 euró per fő per nap. Program. Első nap július 9-e csütörtök. Tapolcáról többszöri megállóval utazás Bledbe, majd kirándulás helyben, este szabad program. Második nap, július 10-e péntek, túra a Bojnitóhoz, a Szavica vízeséshez. Aki nem szeretne túrázni, a tó környékén sétálhat. Harmadik nap, július 11-én szombaton, reggel után indulás Trentába, a Szoka folyó Isonzó völgyébe, ahol botanikus kert látogatás, majd túra szerepel a programban. Negyedik nap, július 12-e vasárnap, reggeli után többszöri megállóval utazás haza. Költségek. Utazási költség 25 000 forint per fő, befizetendő a jelentkezéskor. Magába foglalja az autóbusz költséget, az útdíjakat, az útadót, a parkolási díjakat, a buszvezető szállását és ellátását. Szállásköltség reggelével, vacsorával és idegenforgalmi adóval 150 euró per fő, befizetendő 50 euró előleg március 20-áig, a fennmaradó 100 eurót legkésőbb május 25-éig. A belépőket mindenki egyénileg a helyszínen fizeti. Egyéb tudnivalók. Szlovéniába új és régi típusú személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel lehet utazni. Biztosítást mindenki egyénileg rendezi. Javasolt kényelmes, gyaloglásra alkalmas bakancs, túracipő, meleg ruha, esőkabát. A napközbeni étkezést mindenki egyénileg oldja meg. Jelentkezési határidő folyamatosan, legkésőbb május 25-éig, illetve a férőhelyek erejéig. Mindkét kirándulás esetében jelentkezés Fűr Ágnesnél a 20-as 616-02-65-ös vagy a 87-es 322-560-as telefonszámból amelyikén. További információk, részletes program a Tapolcai Természetjárók Facebook oldalon. Szülőgyermek páros tollaslabda verseny május 9-én szombaton 9 órától a Csermák József rendezvénycsarnokban. Versenyszámok. Első kategória. Szülőgyermek páros. A gyermek születési éve 2006-tól 2009-ig, plusz bármilyen nemű tag. Második kategória. Szülőgyermek páros. A gyermek születési éve 2002-től 2005-ig, legalább egy női tag. Második férfi kategória. Szülőgyermek páros. A gyermek születési éve 2002-től 2005-ig, apa-fia páros. Harmadik kategória. Szülőgyermek páros. A gyermek születési éve 2001 vagy előtte, plusz legalább egy női tag. Harmadik férfi kategória. Szülőgyermek páros. A gyermek születési éve 2001 vagy előtte, apa-fia páros verseny. A versenykiírás és a nevezési lap megtalálható a Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület oldalán. Nevezés április 6-a hétfőig a gz.tollastapolca@gmail.com e-mail címen.
Nevezési díj: egy versenyszám esetén 3500 forint per pár, két versenyszám esetén 3000 forint per pár, helyszíni nevezés esetén 4000 forint per pár. Május 11-én hétfőn a Giro d'Italia kerékpárosai áthaladnak Tapolcán és a főteret érintve. A nap során sokszínes programmal készülnek a szervezők a kilátogatók részére. Teljes útlezárás kezdete 11 óra 55, vége 14 óra 29. A kerékpárversenyzők 14 óra 24 perckor suhannak át Tapolcán. További információk a Csermák József rendezvénycsarnok elérhetőségeim. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Sportmagazin a legközelebb két hét múlva jelentkezünk, addig is viszontlátásra!